Hát a története nagy irodalmi karriert futott be, ugyanis Roald Dahl, aki hát egy neves novella szerző is, és hát Magyarországon talán a 80-as években vetített, talán szombatesti filmkoktél keretében leadott Meghökkentő mesék sorozatban volt rendszeres szereplője a tévéműsoroknak, mármint nem személyében, hanem az ő történeteiben, bár ő is tartott bevezető gondolatokat egy-egy ilyen meghökkentő történethez. A kincs előkerülésének a története annyira megfogta őt, hogy erről egy külön novellát, rövid történetet írt, és nyomozott is, felkereste a szereplőit a történetnek, és riportot készítette vele. Úgyhogy itt látjuk ennek a kiadását egy neves grafikusnak a rajzaival, amik úgy hangulatot is adnak ennek a történetnek. No, de hát lássuk a történetet. 1942. januárjában egy Gordon Butcher nevű farmer szántott a főnökének a földjét, és ennek során az eke egyik kése, itt kicsit mélyebben szántott, mint ahogy szokott, hát megakadt valamiben, leszállt a traktorról, azt gondolta, hogy valami fa tönk gyökér foghatta meg az ekének a vasát, és hát kiszállva mindenféle fekete, ütött, kopott, kisebb-nagyobb méretű dolgot szedett össze, értesítette a főnökét, akiről tudta, hogy ő mindenféle régiségeket gyűjt, őt Sidney Fordnak hívták, és aki is ment a helyszínre, együtt már korán sötétedik januárban meg a hó is elkezdett esni, tehát szépen kiszedték a földből a tárgyakat, egy zsákba tették be, hát akkor ez a Sidney Ford egyszer megkérdezte ugye a beosztottját, hogy ugye nem bánja, hogy ezt most hazaviszi, mert hogy ő gyűjti az ilyen régiségeket. Hát ez szerepelt ebbe a történetbe is, hogy állítólag ezután egy nagy csönd hangzott el, aztán ez a Gordon Butcher végig is azt mondta, hogy jó, akkor vigye haza. Na aztán a történetnek folytatása is volt, mert utólag ez a Sidney Ford nevű személy azt mondta, hát hogy nem tudta, hogy ez ezüstből készült, meg volt győződve, hogy ezek ontárgyak. Ennek jelentősége van, mert Angliában ugye a akkor hatályos Treasure Chow szerint minden Anglia földjéből előkerült nemes fém tárgy az a koronát illeti, és ezt be kell szolgáltatni, és aki beszolgáltatja, az ezért komoly váltságban, pénzjutalomban részesül. Hát Sidney Ford ezt nem tette meg, ellenben teljesen elbűvölték az ezüstök hatása alá került. A családtagok elmondása alapján folyamatosan tisztítgatta ezeket az ezüst edényeket. Az egyik kanállal fogyasztotta el a reggeliét, a vacsoráját, sőt az unokája visszaemlékezett arra, hogy a karácsonyi ünnepségeken a gyümölcsöt pakolták rá, meg a mindenféle magvakat és arról csemegésztek. Ez a felső kép, aki nem ezt a Sidney Ford nevű embert ábrázolja, hanem az ő fiát. Hogyha megnézzük a komódot, ott van ez a Mildenholy kincsnek a darabjai. Tehát ez úgy beépült a családnak az életébe, és ez az illusztráció jól mutatja azt a megszállottságot, ami hatalmába kerítette ezt az embert, aki folyamatosan tisztította ezeket az ezüstöket. De aztán neki volt egy orvos barátja, aki hát alapvetően pattintott kőeszközöket gyűjtött, és hát meghívta, rendszeresen látogatta ők, és akkor cseréltek meg. Megvitatták az új szerzeményeket, és egyszer megmutatta ennek az orvosnak, hogy milyen van neki még. És hát az orvos rögtön felismerte, hogy itt az akkori Britannia földjéből előkerült legjelentősebb ezüst kincsről van szó, úgyhogy néhány hét múlva jelezte az előkerülést a British Múzeumban, és akkor hát jelezte akkori birtokosának, hogy hát ezt be kéne vinni a rendőrségre, és hát ő kelletlenül el is vitte a helyi rendőr őrsre, és hát ennek a vége ugye az lett, hogy a rendőrség az kiszállt, és akkor elvitte, begyűjtötte a tárgyakat, óriási sajtóvízhangja volt, sorok kígyóztak, a British Múzeumban éjjel-nappali nyitvatartást kellett tartani, szóval nagyon megmozgatta ez a korabeli angol társadalmat, ez 1946-ban volt, amikor lefoglalásra
kerültek a tárgyak, és hát úgy járt a találó, hogy bár ő azt mondta, hogy azt gondolta, hogy ont tárgyak, tehát így módon nem esik a Treasure Trove alá. Így mégis úgy járt, hogy bár kapott jutalmat, de mivel hogy évek múlva szolgáltatta csak be, egy nagyon redukált értékű jutalomban részesült. Na hát ez a Mildenhall-i kincsnek a végül is szerencsés története, és hát milyen csoda ez a világhírű úgynevezett nagy tája a Mildenhall-i kincsnek, aminek a közepén látjuk az óceán, ókeánuszt, a belső óceánnak a personifikációja, megszemélyesítése jelenik meg rajta, körülötte a tenger különböző keveréklényei, és akkor a külső körgyűrűjében pedig bakikus alakok vonulnak fel, menádok lejtik, vad bakhánsnők lejtik, vad táncukat, szatűroszokat látunk itt, és hát magát az istenséget is ott fönt fejjel lefelé ő is megjelenik. Hát ez egyfajta világképet tükrözött, vagy pedig éppen a szervírozott ételekkel lehetett kapcsolat ezeknek az ábrázolásoknak. Néhány részletet erről, hogy képünk legyen a Mildenhall-i kincs nagy tájáról. Aztán egy következő kincslelet, az Esquilinus-i kincs, ami Rómában, az Esquilinus dombon került elő 1793-ban. Ez egy 61 darabos kincslelet, ami összességében 27 kiló ösztömegeget nyom, 1,8 kg aranynak felel meg, emlékeztetőül a Zeuszó kincs 4,5 kiló nyom, és alapvetően lószerszámokat tartalmaz, illetve egy olyan készletet, ami a mindennapi, egy egykori úrhölgy domina mindenkori tisztálkodása, mindennapi tisztálkodása, fürdőzése során használt pipere eszközöket látunk itt. Többek között kézmosásra használt tálat és kancsót, látjuk itt is ezt a kagyló formájú, a kagylónak a gerezdelt formáját utánzó kis félkör alakú medencéket. Ugye ennek szerepe van, hiszen Venusz istennő is kagylóból született, és hát egyrészt az ezüst is tükrözött, másrészt a beleöntött víz, tehát az úrnő, aki fölé hajolt egykoron, az magát Vénusznak képzelhette, vagy mutathatta. Van is egy, fönn is maradt egy vers, amit Sidonius Apollinaris írt megrendelésre, egy ugyanilyen formájú edényre, ahol egy germán származású királynőt hasonlít éppen Venusz istenséghez, tehát az ő szépségét hasonlítja hozzá, de vannak itt illatszeres tégelyeket tartalmazó edények, ilyet a Zeuszó kincsből is ismerünk, sőt egy ládika is, ami talán a legfontosabb, mert itt látjuk ezt a leemelhető fedelű múzsákkal ékes dobozkát, amit szolgálók hordoztak felfüggesztett láncon, és ott vannak benne ezek az apró kis tégelyek, amelyek mindenféle illatszereket, kenőcsöket tartalmazhattak. Egy hasonló került elő Londonban, abban az a kertusszal volt, ez egy ilyen ólom tartalmú fehér alapozó krém volt a hölgyek esetében. Tehát ez egy hölgy toalettjének fontos kelléke volt, egy előkerő hölgy toalettjének. Itt látjuk a dobozon azt a házaspárt, aki valószínűleg jegyajándékként kaphatta ezt a dobozt, és tudjuk, hogy ez a egyik római arisztokrata família Turciusok birtokában lehetett, és az ő egyik esküvői alkalmával ajándékozhatták ezt az edényt. Hát mit látunk itt? Itt is az úrnő és Venusz istennő összehasonlítása, párhuzamba állítása az, ami léptennyomon visszaköszön, kicsit az erotikát is bele dolgozva a történetbe. Ott látjuk fönn a doboz fedőn a kagylóból születő Venuszt, ugye ugyanez a bordázott ott a tetején, ott a tükröt tartja maga elé, kicsit törésben van, tehát nehéz felismerni. De ugyanebben a mozdulatban, bár felöltözve, látjuk egy széken ülve az úrnőt, és hát a szolgálói viszik a tisztálkodáshoz, szépítkezéshez szükséges mindenféle kellékeket. Itt pedig hatalmas kíséretével vonul az úrnő éppen vagy a magánfürdőjébe, vagy egy közfürdőbe. Tehát a szolgák hada, aki valakit kísérletezik,
ezért ez a római korban nagyon fontos volt. Tehát nem volt mindegy, hogy ki hány szolgával jelent meg valahol, és az sem volt mindegy, hogy például a fürdőben milyen fürdőtárgyakat, fürdőzés során használt tárgyakat használt, és ez a római nagyasszonyoknál ez annyira, ez volt az ő beszédnyelvük. Ugye még általában az urak vagy a férfiak azok a lakomákon vonultatták föl a gazdagságukat. A hölgyek akkor, amikor a fürdőbe mentek, akkor vitték magukkal a mindenféle változatos fürdőeszközöket, tárgyakat, és ezzel fejezték ki, amellett, hogy rengeteg szolgát is magukkal vittek, a társadalmi státuszukat, helyzetüket. Ez persze egyébként már Pliniusnak sem tetszett, ő is felháborodott, hogy hát ezek a gazdag hölgyek mennek a fürdőbe, és ott egyszerűen kirakják az összes ezüst neműjüket a medence mellé, olyannyira, hogy ott közlekedni sem lehet. Ez volt Pliniusnak a véleménye. És hát persze az egyházatyák is, akik hát nem a luxust ítélték el, hanem a luxussal való hivalkodást. Tehát nem a gazdagságnak a kritikáját kell kiolvasni ezekből a sorokból. Ugye többek között alexandriai Kelemen esetében írja ezt, hogy de miféle fürdőik vannak enőszemélyeknek, gondol itt a római elit nagyasszonyaira. Ugye aranyozott ezüst szegekkel kivert székek. Ilyen volt például az Esquilinuszi kincsben. Ivásra, étkezésre, fürdőhöz előkészített arany és ezüst tárgyak tömkelege. Az ezüst edényeket pedig, amikkel dicsekszenek, szép érzék híján kirakják a fürdőben, talán a gazdagsággal való feltűnő kérkedés véget, és hát, hogy képtelenek meg annyi edényük nélkül fürdőzni. Ugye egy keresztény egyházagya teljesen más nyelvet beszélt, mint a római elit. És ez tükröződik ebben a véleményben, de Tertullián esetében szintén nyomon vagy tetten érhető ez a rosszallás, hogy a hölgyeket ostorozzát, hogy ennyi cuccot visznek magukkal a fürdőbe, és ezek ezzel még hivalkodnak is, hát ez maga a megtestesült rettenet. A római kor azért különösen izgalmas és érdekes korszak, mert az embernek vannak forrásai, amelyek egyfajta képet közvetítenek, de ezeket a képeket gyakran ilyen kvázi színes fényképekkel lehet illusztrálni, ahol ugyanaz jelenik meg, amit mondjuk az egyházatyák kritizálnak, vagy éppen az Esquilinuszi kincsen volt látható. Itt látjuk a nagyasszonyt, ezüstveretes széken ülve, ahogy szolgáló lányai a mindennapos reggeli vagy esti tisztálkodás fürdőzést követően viszik a különböző fürdőzés során használt tárgyakat. Ott van ez a kagylóformájú medence, az ezüstvödör, amivel a vizet cipelték. Sőt, ha megnézzük ott a jobb alsó sarokban azt a láncolnógó edényt, akkor mindenkinek rögtön beugorhat az Esquilinuszi kincse, kis tégelyes edénykéje, sokszögű edénykéje, teljesen ugyanez a forma, vagy éppen a Szeuzó kincsnek az illatszeres edénye, amit teljesen ebben a millió jövőben kell elképzelni, és hát valószínűleg Szeuzó vagy valamelyik leszármazottjának a felesége használhatott ott. Na tehát egy negyedik századi nagyasszony az így szerette magát láttatni, ez volt az ő megjelenési formája, azonosságát is így határozta meg, úgy, mint Venusz istennő, szépsége teljében álló hölgy, aki hát büszke is erre, tehát és ezt próbálta ezekkel az ábrázolásokkal is hangsúlyozni. Na, hát a már korábban említett kincslelet, ami már szépen lassan elvisz minket a Szeuzó kincshez is, bár ez némileg korábbi, vagy legalábbis az elrejtésének az ideje korábbi. Ez a Kaiser Auszti svájci kincslelet, amelyet 1961-62 telén dózeroltak ki egy késő római erőd területén, és hát egy kicsit meg is nyomta a markoló, meg ahogy egymás hegy, ahogy el voltak csomagolva ezek az ezüstedények, és átment fölöttük a markoló, ugye a súlytól egymásba nyomódtak egy kicsit. Ennek különösen azért abban volt jelentősége, hogy miután napokig ott hevertek a tárgyak, és a helyi lakosok gyűjtötték be így, ugye látjuk itt a hún alatt ezüstálat vívő pipás embert, vagy egy hölgy, ami a kezdő dián is szerepelt, így két kezében tart egy-egy ilyen nagy
nagyméretű ezüstálat. Tehát széthorták a lakosok, de a helyi múzeum munkatársai végül is darabról darabra ezeket begyűjtötték, de éppen ezekből a főleg talpgyűrű lenyomatokból látták, amit egymásban nyomott, vagy a földsúlya, vagy ennek a munkagépnek a súlya, hogy csomó tárgy hiányzik, tehát nem teljes a kincslelet. Viszont ami akkor birtokukban volt, hát erről is végülis az a konklúziót vonták le, főleg az edények ábrázolásai alapján, hogy meg a lelőhelye alapján, hogy ez egy magasrangú katonatiszt lehetett, mondjuk az erőd parancsnoka, aki ezt lakomákon használta, és valóban, ha megnézzük az ábrázolásokat, hát látunk olyan jeleneteket, ami valóban egy katonatiszt számára különösen fontos lehetett. Ott azon a medalionon látjuk Achilleust, aki megpróbált elbújni végzete, anyja tanácsára végzetét elkerülvén Szkürosz szigetén, és azt a jelenetet ábrázolja ez a történet, amikor a furfangos Odysseus, ott látjuk a jelenet jobb szélén, megfújja a harci kürtöt, és hát Achilleus ezzel árult el magát, hogy bár női ruha volt rajta, és ott megbújt a némfák és az asszonyok között. Erre a harci kürt hangjára rögtön a fegyvereihez kapott, amit már Odysseus kikészített előre, és hát ezzel lebukott. De itt nem is ez a lényeg, hogy ugye híres hős női ruhába bujdokol egy szigeten a nők között, hanem ami utána van, hogy Achilleus ezek után tudván a jóslatot, hogy ő, ha a dicsőséget választja, akkor fiatalon fog meghalni, mégis ezt választotta, hogy fiatalon, tudván azt, hogy meg fog halni, mégis elment a trójai háborúba. Hát ez egy katonatiszt számára, ez egy eszményi történet, és hát maga Achilleus is egy kedvelt alakja, szinte példaképe volt a római virtusára büszke katonák számára. Hát hogy hogyan kell elképzelni ezeket a technikailag, ezeket az ezüst edényeket, talán a Kaiserausti kincs egyik tálcája az, ami legjobban mutatja, hogy milyen összhatásra, színhatásra, kontrasztra törekedtek ezek az ezüst edények. Ez azért fontos, mert az esetek többségében az aranyozás az lekopott már róluk, ez a úgynevezett Nielo berakás, az kiesett. Tehát ez volt az ezüstöknek a megjelenési formája, nem pusztán ezüstként jelentek meg, hanem nagyon nagy felületüket aranyozták, és használtak egy nagyon érdekes és fontos anyagot, amit hát hosszú idő óta is ismertek, ezt Nielónak nevezik, ezüst vagy rész szulfid egyébként leegyszerűsítve. Különböző receptek léteztek ennek előállítására. Ez egy, amit bele massza, végülis egy fekete massza, amit belekentek a fészekbe, aztán kiégették, és ennek során egy matt, kicsit színes fekete hatású berakás jött létre, ami nagyon jó kontrasztot alkotott a csillogó ezüsttel és az arannyal. Tehát ez a matt fekete, a csillogó ezüsttel, szóval hihetetlen csodákat tudtak csinálni, és hát a 4. században már nem csak a motívumok kitöltésére használták, hanem például a háttérnek a felvonultatott történet jelenet hátterének a kitöltésére is, ahogy ez a tálcának a középpontjában látható, vagy egy másik ábrázolási módja, ahol a Nielo és az aranyozás is viszonylag szépen megmaradt, tehát a szeuzókincs tárgyait is hasonlóképpen kell elképzelni, például a vadásztál esetében, amiről gyakorlatilag szinte teljesen lekopott az aranyozás, ott is a medaliont az arany színében pompázott, vagy a pereme a tálnak szintúgy, és hát mindössze ezüst hatással ez a széles kör gyűrű az, ami megőrizte ezt, ami elválasztotta a medaliont és az edénynek a peremét. Na aztán 1995. augusztusában nagy meglepetés volt, mert egyszer csak megjelent a helyi régészeti szolgálatnál egy ügyvéd, aki bejelentette, hogy egyik ügyfele, aki éppen most hunyt el, végrendeletében meghagyta, hogy a széfben őrzött itt látható tárgyakat, hát azt juttassa megfelelő helyre. Na hát ezzel vált teljessé
a kincsleletet, és ez a kincslelet második része 22 kg-ot nyomott. Ezek között is voltak hihetetlen fontos és szép tálak. Itt már a politika megint visszaköszön, többek között oldalt látható egy olyan tál, ami egy császár 10 éves uralkodási évfordulójára szolgáló ajándék volt. Tehát a római társadalomban az ajándékozás kultúrája az nagyon fejlett volt, és az elit kapcsolattartásában is nagyon fontos szerepet játszott az egymás megajándékozása, vagy a kliensek megajándékozása ünnepi alkalmakkor. Például egy roma városi arisztokrata esetében tudjuk, hogy amikor a fia előre lépett a ranglételen, akkor a teljes klientúrát, baráti kört megajándékozta ezüst edényekkel, aranyérmékkel például, vagy ha valaki konzulá választottak, akkor is kötelező volt ajándékot adni, vagy uralkodási évforduló esetében a császár adott ajándékot, de kapott is, és ezek az ajándékok beszédes ajándékok voltak, kifejezték az ajándékozó személyiségét, a megajándékozotthoz fűződő szoros kapcsolatát. Na hát így néz ki a Kaiserausztrie kincslelet mai állapota. Ja, látjuk, hogy itt 61 darab ezüst edényről beszélünk, és ez hát kicsit több mint 4 kiló aranyat nyom, emlékeztetővel a Szeuzó kincs 4,5 kiló. Viszont ami hát rögtön szembe tűnik, hogy van az, hogy a Szeuzó kincsnél 14 darab edény hozta ezt a súlyt, míg a Kaiserausztnál hát ez a pazar étkészlet. Hát ez azzal magyarázható, hogy a Kaiserausztri kincset azt a 4. század közepén rejtették el, és a felhalmozása is egy néhány évtized alatt történhetett, és miután ezt a kincset elrejtették, azután követ vagy kezdődik el egy olyan folyamat, amelynek során az ezüst edények azok egyre nagyobb méretet kezdenek ölteni. Tehát nagyobb méretűek, súlyosabbak lesznek a tálak, a kancsok, szinte végletekig elmennek a méretben és a súlyban, olyannyira, hogy ez már szinte a funkcionális használatot is akadályozta, olyan nagy méretűek voltak ezek az edények. Na erre példa a Szeuzó kincs, illetve itt látunk egy késő római lakomát, hát ez nem egy művelt elit lakomája, ez rögtön látszik a képen. A lakoma során a hulladékot, a csontot, az el nem fogyasztott ételmaradékot azt leszórták a földre, és akkor a szolgák söpörték azt ki, ugye azért látjuk ott a mindenféle halcsontokat, csirke csontokat, tehát egy macska éppen torkoskodik, meg a különböző szolgákat, és hát asztalra helyezve pedig nagyméretű ezüstálakat ábrázoltak. Itt még a gyöngyös pereme is felismerhető, ami a késő római ezüstedényeknek az egyik ismérve. Ez akkor válik divatossá, ez a peremdíszítési mód. Aztán van még egy kincstálat, amin bár lehetne hosszan is beszélni, de nem igazán alkalmas arra, hogy a Szeuzó kincsel összehasonlítsuk, mert már tartalmazott nagyon sok aranyékszert és ezüstedény alkatrészt, de alapvetően a kincstálatnak a fő értéke az a 15 ezer ezüst és aranyér pénzérme adja meg, ami alapján ugye itt egy Szeuzó kincsnél nagyobb érték jön ki, egy 5 kiló magasabb aranyérték, de itt hangsúlyozom, hogy mivel nem alapvetően, vagy jellemzően nem tálaló készlet, meg ezüstedényből álló kincstelet, bár értéke miatt figyelembe kell venni, de mégsem teljesen alkalmas arra, hogy összehasonlítás alapját képezze. Egy fémkeresős találta meg, állítása szerint csak egy kalapácsfejet próbált megkeresni, amit elveszített, és hát ennek során találta meg ezt a kincs leletet, hogy ez a Huxley kincs. Na, az abszolút rekord, amit eddig ismerünk, ez a Trieri kincslelet. Azonban, ha valaki ezt szeretné megtekinteni, akkor a csalódás éri, ez a kincs ugyanis Európa egyik múzeumában sem tekinthető meg, sőt magángyűjteményében sem, mert 1628-ban, amikor Trierben egy jezsuita novícius kolostor építése során előkerült, akkor hát a barátok tudták, hogy ez konfiskálva lesz
a korszakban ez volt a szokás, tehát ezt el fogják tőlük venni. Viszont gondosan lemérték és leírták ezeket az edényeket. Ennek köszönhető, hogy rekonstruálni lehetett ezt az étkészletet, hogy milyen hány és milyen méretű edényből állhatott ez össze, és hát valóban az történt, hogy ezeket begyűjtötték, és aztán beolvasztották. Tehát akkor a kincsleletekben nem láttak mást, mint a nemesfém értékét, és nem érezték hozzá, nem látták bennük a művészi értéket, és pusztán egy könnyen elérhető nemesfém forrást jelentettek, úgyhogy ez elpusztult teljes mértékben ez a kincstelet. Ha megnézzük a számokat, hihetetlen, 50 darabosra becsülik a kincsteletet, és ez összességében 114 kiló volt, tehát egy kicsit kevesebb, mint a Szeuzó kincs ma ismert tárgyainak az ösztömege, ami 7,6 kiló aranynak felel meg, Szeuzó kincs 4,5 kiló, tehát itt látszik, hogy ez milyen csodás lelet lehetett, ami sajnos pusztulásba ment. És hát bizony már a római korban is nagyon komolyan beleszámított egy ezüstedény értékébe annak a művészi becse. Tehát egy olyan edény például, ami nem tartalmazott különösebb ábrázolásokat, díszítéseket, az alig ért többet, mint annak az ezüstnek a súlya, amit nyomott. Viszont azoknál a pompás edényeknél, amelyek már a korszakuk iparművészetének a csúcs teljesítményei voltak, hát ott ezt nagyon komolyan beleszámolták a befektetett, díszítésre befektetett órát, a művészi igényt, itt csak visszautalok Pliniusra, aki ezt külön említette, hogy milyen fontos volt a művészi kivitelezés a római korban. Tehát ezt beleszámolták, és források alapján tudjuk, hogy ez körülbelül 10-50%-os értéknövelést jelentett. Tehát, hogyha például a Szeuzó kincs értékét próbáljuk meghatározni, ugye azt nyugodtan megszorozhatjuk kettővel, ezt a 4,5 kiló aranyat, tehát ez kettővel megszorozhat, ez körülbelül 9 kilót jelent, tehát ennyinek megfelelő, ennyi aranynak megfelelő értéke volt, vagy lehetett a Szeuzó kincsnek is. Na aztán 1992-ben volt egy kis meglepetés, mert annak a teleknek a szomszédságába, ahol ez a tréri kincs előkerült, hát találtak egy korban, méretben stimmelő, azt visszatükröző ezüst kancsót. Valószínűleg ez az egyetlen megmaradt darabja ennek. A kincsnek valami véletlen folytán a földbe maradhatott, és hát ez alapján tudunk fogalmat alkotni, hogy hát milyen csoda meszett az olvasztó tégelyek mélyére, vagy lett áldozata ennek. Hát ez most Trierben a Landesmuseum egyik féltett kincse. Jól látszik, hogy fedeles kancsó volt, nagyon szép karcsú, magas formája volt. Egyébként apostolokat felvonultató, tehát keresztény témájú díszítése van ennek a leletnek. No, tehát összefoglalva az eddigi kincsleleteket, egyfajta értéksorrendet fölállíthatunk, amelynek az első helyére nem véletlenül a tréri lelet került. Ugye a Szeuzó kincsel nem összehasonlítható Huxley kincs ez a második lelet, ez 1992-ben került elő, és akkor a harmadik, a Szeuzó kincs ismert darabjai, ugye nem tudjuk mekkora lehetett ez a kincslelet eredetileg, különböző vélemények vannak forgalomban, de egyik sem mérvadó, biztos, hogy nagyobb, mint amit ma ismerünk. Viszont ha most úgy tekintünk erre a leletre, hogy mi az a lelet, ami ma is kézzel fogható és látható és fennmaradt, akkor a Szeuzó kincs elsőség az vitathatatlan. Nem sokkal utána jön a Kaiser-Auszti kincs, ahol az összértéket, majd a nemesfém értéket kevésbé az egyes edények súlya és művészi értéke adja, hanem inkább ezeknek a nagy száma abból jön ki. Utána egy pannóniai lelet, Cibali, valószínűleg nem fog
időnk jutni arra, hogy egy pannóniai top 10-et végigvegyünk, hogy mik azok a pannóniai kincsleletek ebből a korszakból, ezüst kincsleletek, amelyek a Szeúzó kincshez hasonlóak. Hát ezek között a Vinkovci lelet az különösen kiemelkedő. 2012-ben talált, épp márciusban találták ezt a leletet, ráadásul ásatáson. És itt ez körülbelül egy 30 kiló ösztömegű 48 darabos lelet, ez körülbelül a Kaiser Austin leletnek lehet a kortársa. Még közvetlen interneten rövid tudósítások jelentek meg róluk, de ennek az a jelentősége, hogy a Szeúzó kincs kapcsán sokan azzal érveltek, hogy hát nem kerülhetett ez elő Pannóniából, hiszen nem ismerünk ilyen értékű ezüst kincsteleteket a Pannónia földjéből, hát akkor hogy gondoljuk, hogy hogy a Szeúzó kincs került elő innen. Na, ezt cáfolta meg 2012-ben a Vinkovci kincslelet. Ez hiteles körülmények között Pannónia földjéből származik, és valóban nagyon előkelő társaságba illik az itt felvonultatott kincsleletek közé, az Esquilinus és a Kaiser Austin kincs közé illik. Hát, ugye beszéltünk itt mindenféle aranyakról, ennyi kiló arany, annyi kiló arany, de ezt akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy mi volt a korszakban az aranynak, vagy az aranyérméknek a vásárló értéke. Ugye itt látjuk a Solidust, ami egy 4,48 század gram tömegű aranypénzérme. Ez volt a korszaknak a legfontosabb fizető eszköze, és ebben fejezték ki az egyes fizetéseket, különböző árucikkeknek az értékét is. És itt látjuk, hogy például egy katonaköpeny jött ki egy Solidus értékéből, vagy éppen 350 liter búza, 88 kg marhahús, 109 liter bor, tehát ezeket lehetett egy Solidusból megvásárolni. Akkor néhány állami fizetés látszik itt, ugye 9 Solidus volt egy alacsonyabb beosztású hivatalnoki, egy vezetői hivatalnok 46-ot keresett egy évben, egy lovas katona éves zsoldja volt 9 Solidus, tehát ha ehhez hozzávetjük a 2700 Solidus értékű Szeúzó kincset, hát egy igen komoly érték jön ki, viszont ez is csak viszonylagos. Mert azt tudjuk, hogy egy körülbelül egy átlag nagyságú római nagybirtok az olyan 1500 szolidusznyi jövedelmet hozott tulajdonosának. Tehát mondjuk a Szeúzó kincs néhány éves bevételből megvásárolható volt, bár tudjuk, hogy ezeket javarészt nem vásárolták, hanem ajándékba kapták, és több generáció halmozta föl ezeket az edényeket. Egészen másképpen működtek ezek az étkészletek, mint manapság, hogy komplett egységességre törekszünk, és amikor megveszünk egy 6, vagy 12, vagy 8 személyes étkészletet, azt általában együtt vesszük meg. A római kincsleletek azok heterogén összetételűek, ez azt jelenti, hogy több generáció halmozta föl őket, kapták ajándékba, vagy jutottak hozzá különböző úton, módon. Tehát ezt is figyelembe kell venni, sőt, hogyha arra hogy egy igazi rómavárosi top arisztokrata éves bevétele, mint amilyen mondjuk a Symmachos familia volt, az 1,25 millió Solidus volt, akkor hát ehhez képest a Szeúzó kincs értéke az egészen eltörpül. Tehát valószínűleg Szeúzót sem kell túlságosan magasra helyeznünk a római állami vagy birodalmi hierarchia létrájá, mert ezek az igazi gazdag emberek, ezek bődületes vagyonokat felett gazdálkodtak. Tehát pont ez az a negyed millió, tehát 268, ez nem biztos, hogy jól emlékszem, de van egy ilyen adatunk. Tehát, és ez egy éves bevételről beszélünk pusztán. És hát, hogyha megpróbáljuk elképzelni az igazán gazdagoknak az asztalát és lakomáit, hát akkor egészen mást kell elképzelnünk, mint mondjuk akár a Szeúzó kincs, vagy az itt felvonultatott ezüst kincsleletek. Van néhány olyan leletünk, többek között a pitrózai kincslelet, ahol ugyanolyan edényeket találunk, mint akár a Kaiser Austin vagy a Mildenhall-i kincslelet esetében, csak színaranyból.
Tehát önmagában ezeknek a nemesfém értéke 15-szöröse az ezüstből készülteknek. Jól látjuk, hogy csak ez az egy tál az 56,8 cm átmérőjével 7,6 kg arany volt. Tehát például a Trierich kincs értéki, arany értékével felel meg ez. Tehát a legnagyobb ismert ezüstkincs értéke egyenlő egy darab aranytálnak az értéke. Tehát hogyha a vezető arisztokraták asztalait képzeljük el, akkor hát arra ilyen nagyméretű, súlyos színaranyból készült tálakat érdemes elképzelnünk. Tovább nem, bár van még egy kisebb gondolategység, de azt hiszem, hogy eljutottunk addig, hogy bár nem a szeúzókincsről beszéltünk, de mégis sikerült érzékeltetni, hogy milyen millióban használták, hogyan viszonyultak a rómaiak ezekhez az ezüst étkészletekkel, mi a szeúzókincsnek a kontextusa, mi alapján mondhatjuk azt, hogy ez valóban egy kiemelkedő értékű műtárgy együttes, amelynek évén Magyarország valóban egy nagyon fontos turisztikai vonzerővel rendelkező műtárgy együtteshez jutott, mert ennek a művészi értéke is a korszak csúcs darabjaival vetekszik, és az egykori korban elfoglalt értéke alapján is egy nagyon előkelő helyet foglal el a hasonló ezüst kincstelek objektív érték sorrendjében. Nagyon köszönöm a figyelmüket és a türelmüket is. Én is külön köszönöm, és megengedett itt ennek az egyesületnek a előadásain során egy olyan rendszer alakult ki, hogy az előadótól mertünk kérdezni is. Örömmel állok elébe. Amire nem válaszolhatok, arra úgyse válaszolok. Ha megengeded, akkor most... Hát, akinek van kérdése most itt az alkalom, mert ha... Elbátortalanodtatok. Zsolt, körülbelül mikorra várható az, hogy a Nemzeti Múzeumban bemutatásra kerül? Megmondom őszintén, tudnék, abba bíztam, mert lusta, öregkoromra elustultam, hogy hát azért Fehérvárra én nem caplatok le, meg nem tudom én hol. Ezt a kincset úgyis a Nemzeti Múzeumban kerül, majd én ott megnézem, de mikor? Hát mi is így reméltük, hogy ez már 2015-ben be fog következni. Hát alapvetően... Igen. Tehát egyrészt én most nem jelenthetem be, mikor fog ez a kiállítás megnyílni, mert hogy ez a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának a privilégiuma. De az, hogy ez milyen körültekintést igényel egy ilyen értékű és jelentőségű kincstelepnek az előkerülése, az jól mutatja, hogy milyen hosszú ideig tart ennek a kiállításnak a előkészületi munkálatai. Szóval itt olyan mértékű műtárgyvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak kell megfelelni. Ennek akkora költség igénye és költség vonzata, aminek egyrészt az előteremtése, másrészt meg az előkészítő munkálatai, hát ezek, és különösen a közbeszerzési eljárás, amit szerintem itt Visegrádon is ismert, hogy az egy nagyon egy ügynek hajlamos, igen, meghosszabbítja az átfutását, és hát itt valóban olyan összegekről beszélünk, ami több szinten is közbeszerzés tárgyát képezik. Tehát ez sajnos egy általunk is meglepően tapasztalt hosszú folyamat, aminek a vége reményeink szerint a kiállítás lesz. Most tulajdonképpen egy tudományos feldolgozása történik ezeknek a tárgyaknak. Gondolom, te is benne vagy, de még kik, vagy hogy néz ki ez közelebbre egy kicsit ez a... Igen, tehát többek között azért sem beszélhetek én a szeúzókincsről, mert egy kutatási programnak nem vagyunk egészen a fél idejénél, de vannak eredmények, ez természetes biztató eredmények is, de addig nem
léphetünk ezzel a nagy nyilvánosság elé, amíg ezt független kontrollmérések például nem támasztják alá, nem erősítik meg. Tehát ez a munkacsoport nem bocsátkozhat bele olyan sajtó és egyéb nyilatkozat háborúba, vagy nem tehetjük még ki, nem tájékoztathatjuk a nyilvánosságot az eredményekről, mert még sok lépcsője hátra van az, hogy egy eredménnyel nemzetközi szintre ki lehessen állni, annak nagyon megalapozottnak kell lenni, különösen egy ilyen kényes kérdés esetében. Maga a kutatási program az 5 évesre tervezett, és célja a Magyarországra került tárgyaknak a vizsgálata, a lehető legtöbb szakember bevonásával, és a lehető legtöbb oldalról megvizsgálva. Ennek a kutatási programnak végül is az alapvető váza, ez megismerhető, hogy milyen kérdések mentén kerül vizsgálatra, tehát először is a tárgyakat dokumentálni kell, tehát azt az állapotot, amiben ma megvannak, ezt a lehető legpontosabban leírni, ennek részét képezi a fotó, a lézerszkennel, tehát a 3D dokumentálása a tárgyaknak, és itt igyekszünk a legmodernebb technikákat alkalmazni. Akkor van egy olyan téma, ami ennek a készítési környezetét, a műhelyeket próbálja definiálni, megjellemezni azokat a mestereket és azok munkáit, akik a SZEUZO kincstárgyaival foglalkoztak. Van egy nagyon erős, talán ez kapta most a legnagyobb hangsúlyt, az archeometriai kutatási rész, ahol a különböző természettudományos vizsgálatokkal próbálják nem csak a kincs lelőhelyét a lehető legjobban behatárolni, hanem a tárgyak készítés technikáját is jellemezni, meghatározni különböző anyagtudományi és egyéb oldalról a tárgyakat. Akkor van egy régészeti téma, ami a régészeti problémákkal foglalkozik. Akkor ikonográfia, művészettörténet, és ezek mind külön kutatási vonalak, illetve egy társadalom történeti, gazdaságtörténeti kutatócsoport is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, valamint nem kerülhető meg ennek a kincsnek a modernkori története, hiszen ez olyan kalandos, szinte már a folklórba beágyazódott vetületei vannak, és hát ezt is érdemes kutatni, vizsgálni ezt a felbukkanásra óta eltelt időszakot, hogy milyen utat járt be a kincs, milyen kalandos utat járt be. Tehát így röviden ezek a főbb szempontok, amelyekkel ez a kutatócsoport megpróbálja körbejárni a kincsleletet. Most ehhez kapcsolódóan nekem lenne még egy kérdésem, ugye Szabadbattyánban folyik egy ásatás, hát erről valami tájékoztatást, vagy újraindul, vagy szóval állítólag hát ennek az egykori kincstulajdonosnak a latifundiuma Szabadbattyánban volt, egy nagy birtokközpont volt ott, hát erről, ha az tényleg így van, vagy egyáltalán összehozható, te vagy a szakismerője ennek a területnek, mint inkább mint én. Igen. Ez is egy olyan létező probléma, ami hát foglalkoztatja a kutatókat. Vannak mindenféle problémák, véleményütközések a háttérben, de hát ez egy klasszikus olyan téma, ami megint nem osztható meg a nagy nyilvánossággal. De indul Szabadbattyánban most ásatás? Idén nem tudsz róla? Nem tudok róla. Aha, akkor csak legyek. Tulajdonképpen ehhez kapcsolódó, amit kérdeznék, hogy én nem láttam, az egyik barátnőm látott egy riportot valakivel, valamelyik tévécsatornán, aki állítólag azt mondta, hogy ő tudja, hogy hol vannak ezek a... Igen, nagyon sokan tudják egészen biztosra, centiméter pontosra, hogy hol van, hol került elő. Érdekes, vagy engem jobban érdekelne, hogy azt lehet-e tudni, hogy hol készültek ezek a tárgyak? Tehát, hogy megvannak-e a műhelyeknek esetleg a sajátos jelei, vagy hogy hogyan? A SZEUZO kincs esetében állunk szemben azzal a
hát azt lehet mondani, egy kicsit szokatlan jelenséggel, hogy egyik tálon sincsen rajta műhely megnevezés, vagy beütött műhely jegy, még mondjuk például a Kaiser Ausztikincs esetében, több tál esetében rajta, vagy Tesszalonikába készült, vagy Antiókhelyába, tehát ezek a birodalom nagy ötvös központjai, amelyek egyben császárvárosok is voltak. Azt ismerjük, hogy a római birodalom területén hol voltak a legjelentősebb olyan ötvös központok, ahol ezeket a ilyen minőségű edényeket gyárthattak, de ez egy nagyon nehéz dolog, főleg így mindenféle felirat műhelyjegy nélkül ezeket egy-egy műhelyhez kötni. Ez is egy probléma, és hát itt is még nagyon az elején tart a kutatás, hogy egyéb jelek folytán megtalálni esetleg azt a helyet, ahol az egyes tárgyak készültek. Itt erre is igaz, hogy heterogén összetételű a kincstelet, tehát ezek nem egy műhely termékei, hanem például a Mildenhóli kincs esetében is, vagy a Kaiser Auguste esetében is tudjuk, hogy a birodalom különböző nagyvárosaiba készültek, és valószínűleg minden egyes tárgynak, ami egy étkészletté állt össze, megvan a saját története, hogy hogyan került az azt tulajdonló család birtokába. Nincsenek rabszolgák, kik pucolják ott a múzeumban ezeket a... Hát restaurátorok, de kerüljük ezt a... Tehát igyekszünk megőrizni minden maradványnyomot, ami megmaradt az ezüstökön. Ha pucolják, mindig kisebb lesz a súly. Nem pucoljuk, egyelőre nem. Úgy, ahogy megkaptuk... Most is igyekszünk megőrizni egyelőre még azt a... Valószínűleg a kiállítás majd bizonyos beavatkozásokat fog igényelni, elsősorban esztétikai jellegű beavatkozásokat, de annyira kevés maradvány őrződött meg lerakódás a felületén, hogy ez felelőtlenség lenne ezeket eltávolítani, mert sose lehet tudni, hogy ezek milyen... Ha megtalálták, akkor onnak nézték, valószínűleg fekete volt. Akkor most hogy lett ilyen tehát rendbe hozták? És akkor többet nem lesz újra fekete, az ezért? De hát erre már megvannak a technikák. Többek között az a zsák, amiben őrizzük, az olyan anyaggal van átitatva, ami gátolja az ezüst korrózióját, tehát feketedését. És a kiállításon is úgy lesznek kiállítva, hogy ez hasonlóképpen blokkolva lesz, vagy lassítva, nagyon erősen lelassítva ez a folyamat. Azért ez egy komoly, a restaurálás az ma már tudománynak minősül, igen. Azt hiszem sokan lennének olyan rabszolgák szívesen, hogy a Szeúzókincs tárgyaihoz hozzáférjenek és tisztítsák. Ezek valóban tényleg olyan tárgyak, amelyek hajlamosak az embereket beszippantani. Szóval ez egy nagyon komoly erő számomra is, hogy ezt a távolságot meg tudjam tartani a tárgyakkal, hogy ne hagyjam, hogy úgy nézzek ki, mint ahhoz, azon a képen a Sydney Forda, hogy teljesen belebolondulva foglalkozik a tárgyakkal. További. Bárkinek még. Azt hiszem, neked nem ártana lassan. Igen, holnap most már ásatás. Igen, mert egy egész napos ásatás után saját példámonra visszaemlékezve, illetve életemre visszaemlékezve, hát nem tudom képzelni, te se vagy a legfittebb. Igen, és hát azért elnézést is kérek, egyrészt ugye a megjelenésem, másrészt azért szóval érzem én is, hogy nem azt a formát tudtam hozni önöknek, ami... Nagyon köszönjük ezt a formát is. Hát, akkor én meg egy részre megköszönöm az előadónak, azt, hogy egy fáradtságos nap után egy ilyen remek előadást tartott, és hát ne felejtsd el, hogy 1600-1800 lélekszámú városkának a lakói vagyunk. Igaz, hogy a környékbeliek, a bogdányiak is itt besegítenek ebbe. Meg a lányfalu is, bocsánat, már, hogy mondjam, tömegek jönnek lányfaluból is. Úgyhogy, hát amint látod, komoly érdeklődést
váltott ki, ami a létszámot illeti az előadásod, úgyhogy én köszönöm a...